A burgonya termesztésének évek óta nem kedvez a hazai időjárás, a magyar piacon pedig folyamatosan gondot jelent a lengyel burgonya jelenléte. A gazdáknak egyre kevésbé kifizetődő így a gazdálkodás. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Augustinyi András, a Nébih gyulatanyai fajtakésleti állomásának vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözlöm a Kölcsei televízió nézőit! Elsőként arra kérném, hogy akkor tegyünk egy kis kitekintést. Hol áll a magyar burgonya termesztése Magyarországon? Sajnos a magyar burgonya termesztés évek óta az ültetési felület radikálisan csökken. Ennek több oka van. Legfőbb okonként említhetjük az időjárást, ami egyre extrémebb időjárás mutatkozik Magyarországon, ami így a burgonya termesztése nem kifejezetten jó hatással van, hiszen a burgonya 25 fokon felüli hőmérsékletet már nem nagyon tolerálja. A másik nagyon-nagyon lényeges momentum, hogy lengyel burgonya annak idén, mikor 2004-ben csatlakoztunk az EU, tehát nem az EU csatlakozás miatt, de elárasztotta Magyarországot, és a mi árainkhoz képest a feléért hozták be, tehát emlékszem, akkor volt 30 forint, ők 15-ért behozták, és gyakorlatilag egy gyenge minőségű burgonya, de nyilván ugye a fogyasztó olcsóbb árhoz igazodott, és azt vette meg. Abban az időben a nagyok abba hagyták a burgonya termesztést, tehát a nagy felületen, gondolok itt Témár, illetve Kabaértel környékén. Ugye azok a gépeket vagy eladták, vagy hogyha nem, akkor leamortizálódott, tehát nagyon-nagyon nehéz újra elkezdeni. Arról nem beszélve, hogy egy burgonya termesztés, hogyha intenzíven csinálják, szuper, 1 millió-1 millió 500 000 forint per hektár önköltsége van. Hogyha ezt kiszámoljuk az elmúlt években lévő burgonyárakhoz, amit a gazdák 30-40 forintot kaptak, tehát nem néz kiszámolni, hogy abszolút nem jövedelmező. Talán az idén annyi változás van, illetve nem talán, hanem ez szinte biztos, hiszen a hírlevelekből értesülve tudjuk, hogy Németországban még meghatározó szerepet játszik a burgonya termesztésben. 40-50%-os burgonya kiesés, tehát terméskiesés várható. Ez egész Európára vonatkozik, Lengyelországra és Romániában mindent beleértve. Tehát az idei árak az elmúlt évekhez képest úgy mondják, úgy jósolják, hogy torony magasan a legmagasabbak lesznek. Egy példát tudnék mondani, hogy én gyulatanyán gazdálkodok, és Nyírtelken, ahogy megyek keresztül, ott a útszélén árulnak, hogy 120 forint per kiló a burgonya, 5 kiló zsákba, amit ember emlékezet óta nem volt, hogy augusztus végén ilyen magas ára legyen a burgonyának. Kicsikét előre szaladtunk, még azért én kíváncsi lennék arra, hogy honnan, hová csökkentünk, tehát hogy akkor mi volt egyáltalán, volt olyan időszak, amikor nagyon-nagyon jó időszak volt burgonya termesztés szempontjából Magyarországon, és most hol állunk? Igen, a 2000-es években nagyon sok, a 90-es évek végén, most Magyarországon az összburgonya ültetési felület, egész pontosan senki nem tudja megmondani, de olyan 15 ezer hektárba állapodta, illetve hogy annyit állapítottak meg. Uh-huh. Tehát ez ön szerint, nem, akkor nézzük azt inkább, hogy a hazai burgonya fogyasztásnak a hány százalékát tudjuk mi magyarok fedezni? Hát az a baj, hogy Magyarországon a burgonya fogyasztás éves szinten egyfőre kivetítve olyan 30-50 kiló körül mozog. Ezzel szemben Írország ott 120-150 kiló per fő. Tehát hogyha ezt veszük, hogyha Magyarország 10 millió lakossága annyit fogyasztana, mint a lengyelek, az írek, a 120 per 150 kilogramot, akkor semmi eladási gond nem lenne. Így se lenne eladási gond, mert hangsúlyozom, tehát Magyarországon a megtermelt burgonya bőven fedezné a szükségleteket, csak a nagy baj az, hogy a kintről behozott burgonya miatt a gazdák abba hagyták a burgonya termesztést. A fogyasztás, ha már említette, az mennyiben befolyásolja az utóbbi időben? Hát a fogyasztás az úgy alakult, hogy régebben még több zsákkal idézőjelben bespájzoltak a pincébe, ugye a régi idősebb emberek. Most ez annyiba változott, hogy egyre több gyors étterem van, elmennek az emberek ebédelni, sőt, nagyon sok gyors étteremben ugye szombat, vasárnap is. Tehát annyira lecsökken a burgonya vásárlás, hogy szinte minimális szintre. Pedig nagyon jó ízű fajta burgonyák vannak. Jövő hét kedden lesz nálam egy burgonya bemutató kint Gyulatanyán, 4-én, ahol 51 fajta burgonya van, és folyamatosan lesz burgonya kóstolás, úgyhogy akiket kijönnek oda, kilátogatnak, azok nagyon sokféle burgonyát tudnak megkóstolni, és eldöntik majd ízre, hogy melyik tetszik nekik a legjobban. Ilyet, ez is lett volna az egyik kérdésem, hogy önök ott a gyulatanyai fajta kísérleti állomásnál ott tulajdonképpen mivel foglalkoznak, mi a fő cél, milyen burgonyát
állítsanak elő? Hát gyakorlatilag az egész állomás különböző szántóföldi, illetve kertészeti, de most már zömmel ugye szántóföldi kísérlettel foglalkozunk. Ez kisparcellás, illetve mezoparcellás, az nagyparcellás. Ez őszi kalászostól repcével kezdve tavasszal napraforgó kukorica, burgonya, szója, sírócírok még nem akarom folytatni, de nyilván aki kilátogat a jövő hét keddi bemutatóra, burgonya mellett meg tudja tekinteni, ami még most ott van, napraforgó kukorica, szemescírok, sírócírok, illetve szója kísérletünket is, és mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. És a kísérleteznek a burgonyán, akkor milyen burgonyák? Hát a burgonya régebben az volt Magyarországon, hogy a színformalin, tehát csak a piros héjú burgonya dominált. Most ez változik, tudnék, a sárga héjú burgonyák ízre sokkal ízletesebbek, úgyhogy most már ez fordult, ez a trend, ez az a megszokásból, most már átmentek az asszonyok is a jó ízű felé, és most már nézik az ABC-t, tehát sütni, főzni, illetve a salátának való burgonyát. Említette, hogy az extrém időjárás az azért befolyásolja Magyarországon a burgonya termesztést. Tudnak olyan fajtát tenyészteni, vagy hogy szokták ezt mondani? Nemesíteni. Nemesíteni, amely majd a későbbiekben ennek ellenáll. Hát az az igazság, hogy ez a nemesítőknek a feladata. Mi Gyulatányára úgy kapjuk meg ezeket a burgonyákat, hogy a nemesítő által legjobb fajtákat kapjuk meg, és ezeket vizsgáljuk több éven keresztül, és hogy ezek a fajták az előző sztenderre képest termésbe kortanilag jobban megfelelnek, akkor elismerik ezt a fajtát. Tehát akkor egyelőre nincs arra nagyon lehetőség, hogy ezt kizárják. Mivel a burgonya, tehát létfontosságú neki a víz, tehát nem tudunk olyat. Legalábbis én nem tudok, a nemesítőknek ez a feladata. Ön egyébként úgy fogalmazott, hogy extrém időjárás, de mégis gondolom inkább az asszály jelenti a fő problémát, hát, nem? Igen, tudnék, Gyulatanyán 5 hete volt 10 mm eső, tegnap kaptunk megint 10 mm, de nyilván ugye ez a kultúrákra már úgy a burgonya, mint a napraforgó kukoricára, ez már későn jött. Beszéljünk akkor a programról, mire lehet itt számítani? Hát a programban úgy, hogy 9 óra 30-tól van regisztráció, büfé, kávé, pogácsa, üdítő, illetve húscsapat jön főzni, tehát ez délután 13:30-2-ig van ilyen kötött program, úgynevezett előadások, amit a NÉBIK jeleszakemberei és az Agrárkamara második legnagyobb ember, Györfi Balázs helyettese, az Oravec úr, a NÉBIK elnöke Debrecenből az egyetemről, illetve a fajta tulajdonosok, akik a burgonyát hozzák, illetve a termésnövelő cégek, műtrágya, hozamnövelőket, ezek mind-mind kiállítva lesznek, illetve előadást fognak tartani. Amikor ez lemegy, kimegyünk a szántóföldre, lófogattal lesz megtekintve, lesz ott 3 ilyen pusztakocsi, tehát az érdeklődők arra is felülhetnek, és azzal körbejárják a területet. Utána, hogyha bejövünk, akkor a 18 húscsapat jelezteli a részvételt, tehát főzési verseny is van, ahol egy világbajnos mester szakács, illetve egy zsűri, 5 fő zsűri fogja zsűrizni a elkészített ételeket. Ebéd, és ebéd után pedig a szokásos tombol, amit mindenki nagyon-nagyon vár. Ha egy ilyen tanácskozást megszerveznek, akkor önök szerint van még jövője a magyar burgonya termesztésnek Magyarországon? Hát reméljük, hogy van, mi azért csináljuk, bár egyre aggasztóbb híreket kapok a gazdáktól, illetve a szomszédos gazdaságokból is, hogy jövőre még annyit sem fognak csinálni, mint az idén. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a lehetőséget.